Köszöntöm a kedves nézőket, Kultúrpont című műsorunkat látják. Bereményi Géza lett a Hegyvidék új díszpolgára. A kitüntető címet Pokorni Zoltán polgármester adta át a Kossuth díjas művésznek. A híres rendező, dalszövegíró, író 10 éve él a Hegyvidéken. Elmondása szerint legújabb regénye meg sem jelent volna, ha nem a 12. kerületben élne. Az Európa Filmdíjas Eldorádó, a Cseh Tamás dalok szövegei, 13 kiadott kötet, csak néhány részlet Bereményi Géza gazdag életművéből. A Kossuth József Attila és Prima Primissima díjas művész 1970-ben adta ki első kötetét, a Svéd királyt, és még abban az évben elkezdett további 3 műfajban dolgozni, dalszövegíróként, forgatókönyvíróként és rendezőként. Bereményi Géza 10 éve él és alkot a Hegyvidéken. Van 2 fiam, és nős ember vagyok, és velük költöztem a Böszörmény út 8-ba, oda a volt tiszti házakhoz. A Böszörmény úton, és rögtön megszerettem azt a környéket. Van dombos, lejtős, dimbes dombos, ott nagyon közel van a Királyhágó térhez. És ott már, mint egy faluban, mindenki ismer mindenkit, és már nagyon hamar gyökeret vertünk ott. És utána pedig a Maros utcába költöztünk, a Zsák utca részébe Maros utcának, és azóta is ott élünk. Már nagyon udvarias, kedves, szerény ember, egy jó házigazda, és hát nagyon, nagyon kellemesen telik fel az idő. Bereményi Géza mindössze 24 éves volt, amikor írni kezdett. Saját bevallása szerint egy szerencsés véletlennek köszönheti, hogy megszülettek az első novellái. Egy barátom kapcsán jutott ez eszembe. Tehát ő kérdezte, hogy írok-e, és föl akartam vágni előtte, és azt mondtam, hogy igen. Ő mutatta a novelláit. Akkor azt mondtam, hogy igen, én is írok, de majd még át kell dolgoznom, majd szívesen megmutatom. És akkor rohantam haza, és írtam 2 novellát. Egy antológiát szerkesztettek a Magvetőkönyvkiadónál, és leadta valakik az én novellámat is az övékkel együtt. És akkor kiválasztották az enyémet, és egy antológiában megjelentem, és akkor megismétlődött az, amiről az imént beszéltem, hogy a szerkesztő kérdezte, hogy van-e egy kötetre való anyagom, vannak más novelláim, és azt hazudtam, hogy vannak, és akkor rohantam haza, és írtam novellákat, és megjelent egy novellás kötetem. Mivel a családjában senki sem foglalkozott művészettel, hiába jelent meg az első könyve, nagyapjáik nem értették, miért lett író. Mivel a nagyapám, anyai nagyapám nevét viselem, mutattam neki a kötetemet, nem is tudta, hogy írok, és megkérdezte, hogy ezt gondoltam, hogy örülni fog, hogy a Bereményi néven írom, és hogy az ő neve, és kérdezte, hogy mennyi idő alatt írtam, és mondtam neki, hogy 9 hónap, vagy valami ilyesmit mondtam neki, de az is túlzás volt, már nál rövidebb idő alatt írtam. És kérdezte, hogy mennyit kaptam érte, és mondtam, hogy 9000 forintot, és így eldobta a pultra a könyvet, és aztán mi ebben neked a bóni? Ne ezt csináld, legyél tévészerelő. Ő nem úgy művész, hogy amikor alkot, akkor művész, hanem ő egy Scrabble-ben is olyan szavakat alkot, úgy játszik a szavakkal, olyan gondolatok születnek egy hétköznapi beszélgetésben, amik nem hétköznapiak. Amikor megjelent az első novellás kötetem, akkor még abban az évben kaptam egy felkérést, hogy írjak egy forgatókönyvet, belevágtam szinte találomra, és ugyanabban az évben felkért egy amatőr társulat arra, vagy független társulat, hogy ma nevezik, arra, hogy írjak nekik színdarabot, akkor színdarabokat is elkezdtem írni. És még ugyanabban az évben ismerkedtem össze Cseh Tamással, és neki kezdtem dalszövegeket írni, előtte nem írtam. De nem az ő fölkérésére, hanem én kértem fel őt, hogy hadd írjak neki dalszöveget, hogy még nem is hallottam énekelni, egy rajztanár volt. Csak hallottam, hogy tud gitározni, és így kezdődött. Mit is mondhatnék, nincs titok. Magával vitte, itt hagyott. Valaki útra vált a jobbik részem.
Ezekre nincs magyarázat, de azt mondják, hogy az embernek feltétlenül tudnia kell, hogy mihez ért, mihez nem, és olyat, amihez nem ért, azt ne csinálja. Most más nem csinálok, még mondjuk rendezek. A trógerek kérdezik, lesz egy nyitás hétfő? Amíg áru van, nyitás is van. Akkor is, ha meghalt a gyerek? Nem halt meg. Diftériás a gyerek, azt nem tudják gyógyítani. Minden gyerek meghal, aki megkapja. Ez nem hal meg. És ha igen? Akkor majd szólok. Legyél a kocsmában. Tud jobbat? Tudom, hogy nem vagyok jó színész, és azt is tudom, hogy nem, hogy botfülem van, tehát nem tudok énekelni például. Eszembe se jutott. De az, hogy más megtestesíti meg, amit én kitaláltam, az jó érzés. Amennyi van, azt mind megkapja. És sok van. Érti? Ez a lényeg. A lényeg az, hogy lehet-e csinálni valamit. Amíg arany van, mindig lehet! Maga kereskedő. Csak hogy én orvos vagyok, és én tudom, hogy mire van orvosság, és mire nincs. Erre nincs. Ez a hal. Egy színházban dolgozom. A Thália színházban ott vagyok ügyvezető igazgató, és kialakítottam úgy a munkát, hogy körülbelül kitapogattam, hogy mennyi időt kell naponta tölteni a színházban ezzel a munkával nagyjából, és akkor annyit ott töltök. Persze a színház az kiszámíthatatlan bennél, és akkor rögtön megyek haza, és otthon az aktuális témámon dolgozom. Olyan nyaralásom még nem volt, külföldön sem, a világ legtöbb táján sem, hogy ne vittem volna magammal a munkámat, a papírokat, és ne szorított volna egy határidő. Most írtam egy regényt, erre nagyon büszke vagyok. Nagyon büszke vagyok a regényre, nem az, hogy regényt írtam, hanem erre a regényre, amit írtam. Már évtizedek óta dédelgetem ezt a témát, és most fejeztem be, egy év alatt írtam meg, és a színház mellett, és most fog megjelenni augusztus végén, szeptember elején. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg, az ember soha el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz. Fogad szeretettel a Díszpolgári címet. Köszönöm. A híres rendező, dalszövegíró Bereményi Géza a Hegyvidék új díszpolgára. A kitüntető címet Pokorni Zoltán polgármester adta át a Kossuth díjas művésznek a MOM Kulturális Központ kupola termében. Valószínűleg a dalokon keresztül, a Cseh Tamás dalokon keresztül annyira a mindennapok részévé váltak az ő mondatai, szövegei, dallammal együtt, tehát Cseh Tamás dallamaival együtt is. Észre se vesszük már, hogy mikor idézünk, szövünk bele egy-egy sort, egy-egy szót, egy-egy szókapcsolatot a beszélgetésünkbe, amit tőle lestünk el, tőle csentünk el az elmúlt 20-30-40 évben. Tényleg úgy érzem, hogy van egy korosztály, 70-es, 80-as években fiatal korukat élők, akik az ő szemével látnak sok mindent a világból. Nem csak a büszkeség, hanem az otthonosság érzet az, amit Bereményi Gézának köszönhetünk, az ő szövegeinek köszönhetünk, és ezt jó, ha ő is tudja, hogy ez él bennünk. Végül is ennek a kimondása, ennek a jelzésnek az érzékeltetése, ez a Díszpolgári cím. Természetesen valamennyien elbüszkélkedünk vele a barátaink, ismerőseink előtt, hogy tudjátok, milyen nagy emberek vannak a kerületben, hát például a Bereményi Géza is most kapta meg a Díszpolgári címet. Ünnepi beszédében Kállomista Gábor, a Thália Színház menedzserigazgatója elmondta, Bereményi Géza ugyan hosszú ideje a 12. kerületben él, de életművének köszönhetően Magyarország és Közép-Európa számtalan pontján otthon van. A díjátadón Udvaros Dorottya és Sutka Róbert is fellépett. Négy napja túlságosan fáj, úgy teszek, mintha itt volnál, ülnél az asztal sarkánál. Úgy, ahogy mindig is szoktál, kérdezlek, mint ki választ vár, minden szó szerte széjjel száll.
várnám az ötödik napot, hogy majd rólad végleg leszokok. Tolnám a nehézkes időt, legyen úgy, mint mindig ezelőtt. Az ember a levegőben néz, még a csönd is csak ölbe ejtett kéz. Minden új nap túlságosan fáj, úgy csinálni, mintha itt volnál. A Kossuth-díjas művész álmodta, közel 30 albérletben élt élete során, sokat utazott, de idővel rájött arra, hogy fontos a hely, az a hely, amit otthonának tekint. 10 éve él a hegyvidéken, kezdetben a Böszörményi úton, majd felesége elhatározására a Maros utcába költöztek. Napok óta eszembe jut az, hogy eljövök majd ide, és itt a 12. kerület díszpolgára avatnak, és hadd mondjam el, hogy mikre gondoltam. Először is arra gondoltam, ugye, hogy eleinte nem fogok újat mondani, hogy a 12. kerület egy hely. És a 12. kerület egy hely ugyan, de hát ezt sok mindenről el lehet mondani, hogy hely, mert helyeken élünk. De az, hogy a hely az hogyan lett nekem nagyon fontos az életemben, az arról hadd mondjak pár szót, mert többször kiderült életemben, lassan fogtam fel. Ugyanis rengeteg helyen laktam, gyerekkoromtól egyfolytában költöztettek. Egyik helyről mentem a másikra, ami nem volt rossz, egyáltalán nagyon élveztem. De nem fogtam föl, hogy mit jelent a hely. És akkor egyszer kimentem már idősebb koromban, 20 éves koromban Amerikába, az Egyesült Államokba, és New Yorkba leszálltam a repülőgépről, és ott egy számomra ismeretlen ember fogadott. Ő maga jött ki hozzám, izgatott volt nagyon, Baránszky Jób Lászlónak hívták, azóta meghalt. Egy kint élő magyar költő volt, 56-ban mentem Magyarországról, és azt mondta nekem a repülőtéren, hogy ő azért jött ki, mert ő szeretne velem lenni, vagy illetve a segítségemre lenni bármiben. És hát nem mondta nekem nincs szükségem rá, hanem, és azt kérdezte, hogy miért jöttem ki Amerikába, és mondtam, hogy mert kíváncsi vagyok, hogy New Yorkban, vagy Amerikában, majd úgyis körbe fogok utazni, hogy milyen ez az ország, hogy engem be tudna ennél fogadni. Hogy engem be tudna ennél fogadni, és milyen itt a megélhetés, tehát hogy lehet-e itt nekem sorsom. De ezt én úgy értettem, ahogy mondtam, hogy kíváncsi voltam. Ő úgy vette, hogy kint akarok maradni. És akkor velem volt, bemutatott több milliómosnak, ilyen filmeseknek, meg mit tudom én mi, ilyen izéknek, hogy majd itt rendeznék, meg mi, és ekkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen félreértettük egymást, de nem mondtam neki. És akkor elutaztam 2 hónapra körbe Amerikába, és visszajöttem New Yorkba azzal, hogy hazautazom, és fölhívtam reggel telefonon, 48 órában az indulás előtt, és megkértem arra, hogy adja kölcsön egy bőröngyét, mert ő majd jön Magyarországra úgyis, és visszaadom, nekem szükségem van egy bőröndre. És azt mondta nekem, hogy tehát visszamész. Mondtam, igen. Azt mondja, miért mész vissza? Mondom, hát nem tudom megmondani, és akkor szaladt ki a számon először, hogy mert macska vagyok. A macska ugye a helyhez ragaszkodik, a kutya az emberhez. Én az amerikai út után kezdtem itt a helyben gondolkodni, a helyben, mint a féle macska. És utána pedig nem sokkal Isztambulba mentem. És Isztambulban a bazárban mentem teljesen egyedül, tehát vagyis némán nem volt ki ezt beszélnem, a nagy tömegben, és állt egy pimaszarcú török árus a boltocskája előtt, és oda szólt nekem, tört magyarság, hogy gyere be magyar. Végignéztem magamon, mi rajtam a magyar. Végignéztem, kiderült, hogy a nadrágom amerikai. Az ingem francia, a cipőm olasz. Én egy szót se szóltam. Na most hát az arcomról is, meg a kinézésemről is, tudom, néztem eleget a tükörben, hogy látszik rajta, hogy monarchiabeli ember vagyok, vagyis osztrák-magyar monarchia, lengyel, cseh, német, sváb, lengyel nagyanyám van például. Kavarok bennem, és hát mi bennem a magyar? Akkor honnan tudja? És meg is kérdeztem tőle, és így csinált. Hát a magyar vagy. És Budapesten, mondom, rengeteg helyen laktam, összeszámoltam. Múltkor 28 albérletben laktam,
És a 28 albérlet, ez mind ebből 27 Pesten volt. És én pesti vagyok eredetileg, józsefvárosi, és a 28-dik, nem pont a 28-dik, mondjuk a 25-dik, aztán vissza kellett mennem Pestre, az Ábel Jen utcában volt, a Villányi útból nyit, Lujzi néninél, Dombrovszki Lujzi néninél, aki lengyel hercegnő származású volt, igen, és ő volt a főbérlőnőm, és akkor kaptam rá Budára. Szóval akkor éreztem, hogy mi a különbség Buda és Pest között. A Budára érkezve, és Budáról megint eljövett, egyszer csak a feleségem azt mondta nekem 16 évvel ezelőtt, hogy a Böszörmény útra kéne költözni. Ott nagyon megszerettem lenni, és a környék is teljesen rendben volt, és onnan költöztünk a Maros utcába, szintén a feleségem kezdeményezéséből, aki bevitt egy akkora hodályba, hogy azt mondta, ez lesz ezentúl a lakásunk. Hozzátette, legújabb regénye a közelmúltban megjelent Vadnai Bébi nem született volna meg, ha nem a hegyvidéken él. Hogy most nemrégiben fejeztem be egy regényt, és ez egy nagy fordulópont az életemben, ez a könyv. Mert ennek különös jelentése van az életemben, mivel ezt én mikor megírtam és befejeztem, akkor nem tudtam milyen, és azt se tudtam, mit írtam. Szinte magától állt össze. Igaz, hogy évtizedekig dédelgettem a témát, illetve nem akartam megírni végül is. Egyszer csak kijött, és magától jött ki, és akkor megkérdezték tőlem, akik ismernek és olvasták a könyvet, hogy mondd, miért ezt írtad, és miért így írtad, ez egészen más, mint amit eddig írtál. És akkor éreztem, hogy meg kell ezt fejtenem, és elkezdtem olvasgatni a saját könyvemet, mert újra is kellett ismerkednem benne, mert ismerkednem kellett vele, hisz annyira valahonnan máshonnan jött belőle. És akkor olvasgattam, és akkor rájöttem arra, hogy persze azért, mert majdnem 4 évtizedekig a tudattalanomban volt ez a téma, csak ott volt, és nem csináltam semmit vele, és ott nyilván beérett, kihordtam, azért is lehetett. De akkor valaki megkérdezte, hogy és ha nem a Maros utcában laksz, akkor ugyanezt a könyvet írod? És akkor rájöttem, hogy nem, egészen biztos. És akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy meg se írom. Lehet, hogy meg se írom, hogyha nem ide jövök haza. Egyszerű, letisztult, absztrakt formák vaslemezből. Rendhagyó kiállítás nyílt a Barabás villa kertjében Gergely Réka szobraiból. Munkáiban ötvözi az európai és a japán művészetet. A japán esztétikai szemlélettel és gondolkodásmóddal gyerekkorában ismerkedett meg. Ennek a kötődésnek lényeges szerepe van alkotásaiban. Vaslemezből készült absztrakt, egyenes és ívelt formák alkott a szobrokból nyílt kiállítás a Barabás villa kertjében Határjelek címmel. Gergely Réka munkái harmonikusan illeszkednek a zöld környezethez. A hegyvidéken élő kiállító művész Gergely Réka 2007-ben felvételizett sikeresen a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakára. 2012-ben diplomázott diplomamunkáját Víg Tamás díjjal jutalmazták. A tárlatot egyik mestere, Karmó Zoltán egyetemi docens nyitotta meg. Elsősorban absztrakt formákban gondolkodom, és hát az itt látható szobrok is nagyjából hasonló gondolatmenetre vannak felfűzve. Hát általában 2-3 elemből épülnek fel a szobrok, és legtöbbször található egy alapsík, amin elhelyezkedik egy ívelt forma. Vaslemezből hegeztem őket egy ilyen dobozolásos nevű eljárással, aminek az a lényege, hogy ezek általában nem tömörek ezek a szobrok, hanem lapokból vannak összehegesztve. Hát, hogyha hivatalosan művészettörténeti fogalmak szerint gondolkodnánk, akkor ugye azt mondhatnánk, hogy egy posztminimalista absztrakt fémszobrászat, amit ő művel. Csak ugye azzal a különbséggel, hogy itt egy keleti
speciálisan a zen kultúrának a befolyása van, ami gyermekkori tapasztalatokon alapszik. Nagyon dinamikus formák, monumentális hatású, leegyszerűsített formák, amelyek viszonyban állnak a klasszikus szobrászi hordozó elemmel, a posztamenssel. Van, amikor a posztamens vagy a plintosz a szobor részévé tud válni, van, amikor elmarad, és csak a formára koncentrál, és van olyan is, amikor bevon olyan elemeket, mint például az Ég és Föld között című munkában a víz, vagy a Temitsu című munkában szintén a víz. Amikor ezt így elhatároztam, akkor onnantól elég kitartóan dolgoztam azon, hogy felvegyenek az egyetemre, és hát aztán az egyetemen is igyekeztem következetesen végig dolgozni a 6 évet. Feltűnő volt, hogy minden egyes feladatát Gergely Réka hatalmas következetességgel és mindig előre mutató módon oldotta meg, minden feladatot alkotó helyzetben élt meg, és a munkák mindig előre mutattak, tehát nem feladat teljesítések voltak, tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy túl teljesítette a feladatait. Bízom benne, hogy lesz érdeklődés a munkáimra. Hát nehéz mostanában a kortárs művészeknek, de hát van elég sok pályázat, úgyhogy érdemes azokon próbálkozni, és hát minél több fórumon bemutatkozni. Művészi érték tekintetében a korai munkák is ugyanolyan színvonalasak, mint a mostaniak. Talán úgy tudnám összehasonlítani a kezdetet és a legutolsó munkát, a Kakedzsiku sorozat még nagyon intuitív és lírai hatású munka, míg a egyik legutolsó munka a Tori nevű munka, ami diplomamunkájának az egyik része volt, letisztult, teljesen érett és teljesen tárgyilagos világot tár elénk. Sokszor nehéz szavakban megfogalmazni ezeknek a szobroknak a jelentését. Hát egyrészt mindenkinek a szabad asszociációjára van bízva, hogy mit lehet benne. Gergely Réka Határjelek című kiállítása október 12-ig tekinthető meg a Barabás Villa kertjében. A koreai folklór, a Minwa, a közemberek a koreai nép érzelmeit megjelenítő világszínvonalú festő Su Gong-i műveiből nyílt kiállítás a hegyvidéken. A tárlat egy része a királyi palotát ékesítő festmények másolata, illetve olyan alkotások, melyek a koreai emberek által elképzelt utópiákat mutatják be. Thank you.
A koreai utópia. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Koreai Kulturális Központban a világhírű Su Gong-im festményeiből. A koreai művész a Minhwa művészet irány modern értelmezésének kiemelkedő alakja. A Minhwa az átlagos emberek érzelmeit jeleníti meg. A tárlat egy része a királyi palotát díszítő festmények másolatából áll, illetve a koreai nép által elképzett utópiákról. 동양이나 서양이나 마찬가지겠지만요. 우리가 인생을 살면서 가장 그 바라는 게 그런 어떤 그 Véleményem szerint a magyar és a koreai nép hasonló, ezért a koreai nép által elképzelt utópiák a nyugati világ emberei számára is értelmezhetők. Úgy gondolom, nincs nagy különbség az emberek által álmodott világok között. Meg vagyok győződve arról, hogy mindenki szabadságra és békére vágyik. Hagyományos koreai papírra és porból készült festékkel készítem el műveimet. 이런 기법은 우리가 전통적으로 쓰는 기법이기도 하지만 Kedvenc festményének címe a tengeren túl, ahol a barackfa virágzik. Azért kedves ez számára, mert egy kis faluban egy barackfa ültetvény közelében nevelkedett. A képen a barackfa roskadásig tele van terméssel, egy koreai mondás szerint, ha a barackból egyet eszel, 3000 évig is élhetsz. Su Gong-im a koreaiak által jól ismert történeteken keresztül mutatja be a világot, mégis teljesen új érzelmeket kelt festményeivel az emberekben. A színmágusának is hívják, az országot leginkább reprezentáló történeteket a Koreára legjellemzőbb színekkel mutatja be. Az élénk alapszínek is harmonikussá teszik a látványt. A koreai kultúra eredeti formáját a modern emberek számára is érthető és egyszerű nyelvezettel közli. Hungary 하면 굉장히 TV에서 보여졌을 때 아름다운 도시 Magyarországot először televízióban láttam, nagyon tetszett. Már régóta szerettem volna ide ellátogatni, és most a Koreai Kulturális Központ révén el is tudtam jönni. Lehetőség adódott arra, hogy bemutathassam festményeimet a magyaroknak, és megismerjem ezt a kultúrát. Hungária 있는 친구분들한테 우리의 문화도 알리지만 Hungária 대해서 저도 좀 깊이 있게 알 수 있는 계기가 되지 않을까 해서 왔습니다. A kiállítás október 5-ig tekinthető meg a Koreai Kulturális Központban. Kultúrpont a legközelebb egy hét múlva, október 2-án a szokott időpontban szerd este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!